Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. Milyen csillagképek láthatóak most így a nyár kezdetén, amiről én most beszélni szeretnék, ez a háromszög, a nyári háromszög. És ezt a három nyári háromszöget három csillag alkotja, Altair, Vega és Deneb. Ezek a csillagok a csillagképekben állnak. Altair a sas csillagképen. Vega a líra vagy lant csillagképen, és Deneb a hattyú csillagképen. Ezekhez a csillagokhoz van egy mese a kínai és a japán mitológiából. Ezt én most elmesélem nektek. Volt egyszer egy nagyon csinos fiú Kínában, de a gonosz sógornője elkergette otthonról, elüldözte ezt a fiút. Pinyin nagyon szomorú volt, nem volt otthona, és kellett, hogy munkát vállaljon, hogy megéljen, és tehenet őrzött. És az égben volt egy tündérnő. Ezt a tündérnőt Niulang Ingnak hívták, és ez a tündér beleszeretett ebbe a fiúba. Olyan szerelmes volt, és egyszer meglátogatta őt itt a földön, ott Kínában. Ők beleszerettek egymásba, és összeházasodtak. Ez a tündérnő szövéssel foglalkozott, szövőnő lett, és ők nagyon boldogok voltak. De egyszer az égi császár, ami nem más, mint a nap, látta, hogy ez a tündér a földön van, az emberek között. Az égi császár mondta a feleségének, az égi császárnőnek, ami nem más, mint a hold, nézz oda le a földre, ez a tündér elhagyott bennünket, és ott van a földön. Mit kell, hogy tegyünk? Kérdezte az égi császár. És az égi császárnő azt mondta, vissza kell, hogy hozzuk ezt a tündért hozzánk. Így is történt. És ez a fiú, meg ez a szerelmes lány ellettek választva egymástól. És közöttük volt egy folyó, ami nem más, mint a tejút. És a tejút elválasztja ezeket a csillagokat. Altairt, ezt a fiút, és Végát, ezt a tündérnőt. De kettőjük között szerencsére ott van Deneb. Ez a csillag, Deneb, a hattyú csillagképen található. Deneb figyelte az eseményeket, és úgy gondolta, ez a szerelmes pár, ezek olyan szomorúak, ezek sírnak, vannak vágyaik, ó, hogy tudnék segíteni. És Deneb azt gondolta, ha itt vagyok egy csillag, ebben a hattyú csillagházban, akkor én tudok egy hidat ezen a folyón építeni hattyúkból, úgy is történt. És ezen a hídon találkozik ez a szerelmes pár. Egyszer egy évben, mindig a hetedik napon, a hetedik hónapban, és ez a nap a kínaiaknál, és a japánoknál is a szerelem napja. Olyan hasonló, mint nálunk február 14-én ez a Valentin nap. Ez hozzá a történet.
és mutatják ezt a nyári háromszöget. A kettő csillagkép a Sas és a Lant csillagkép között van a tenyút, és a kettőjük között van a Hattyú csillagkép a Deneb csillaggal. Így tudtam nektek ezt a nyári háromszöget elmesélni, mert most ez látható, ha mi felnézünk a csillagokra. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!